Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Mi a helyzet, srácok? Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok! Ma pedig folytatjuk a mafiát! És nem mással, mint Benyó Boy-jal! Benyó Boy in the motherfucking house! Szevasz! Szia, OC! Szevasztok! Ez itt a legújabb videó, amiben OC meghívott, hogy vendégszerepeljek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, és beszélhetünk együtt a mafia alatt, miközben nézem, hogy OC játszik. Benyó Boy-jal legutoljára nagyjából 5 évvel ezelőtt csináltunk videót, úgyhogy már ideje le volt valamit csinálni. Nem is tudom, hogy mikor, de volt talán még egy másik videó, de már nem emlékszem, hogy melyik volt az. De mindegy, nem számít. Kezdjünk bele! Hajrá, menjünk! Tehát a legutóbb a Fairplay nevű küldetésnél hagytuk abba, úgyhogy azzal is fogom folytatni. Ez egy jó küldetés volt amúgy, én úgy emlékszem. Mármint, hogy nekem tetszett, amikor régen csináltam. Sokan nem szeretik szerintem annyira, mint te. Azt tudom, mert ebben van már... Ja nem, az még az autóverseny előtt, nem? Vagy ebben már benne van az autóverseny, ez külön chapter lesz olyan. Arra már nem emlékszem. Pedig nemrég csináltunk mi is ebből végigjátszást, de mindegy, hülye vagyok. Azt hiszem, hogy hatosként írja ki, de ugyanaz a neve, tehát az is Fairplay. Tehát ötös helyett hatos, de szinte továbbra is Fairplay. Ó, és látom, hogy van magyarítás is. Igen. Ő van olyan jó, mint a San Andreas-os, vagy? Nem igazán. Na, egész jó szerintem, tehát többnyire jó volt, azt hiszem, hogyha jól rémlik. Igazából egy éve és két hónapja játszottam vele utoljára, ugye akkor csináltuk a legutóbbi részt meg Ferivel, de ugye ő már soha nem fog többé ráérni, úgyhogy... Igen. Persze a videó az csak tavaly novemberben került fel, tehát végül is ti csak pár hónapja láttátok. Én már olyan több mint egy éve. Kicsit hasonló, ami van csatornánkon, hogy felveszünk februárba, csak az ráadásul, ami aktuális témákról beszélünk, és akkor kimegy augusztusba, és már így, már annyira nincs értelme kirakni igazából azon a ponton már, hogy 1000 éves lejárt témákról beszélünk, de hát ez van. Be kell osztani a videókat. Látom, a füst jelek azok még mindig remekül operálnak a maffiában. Az a kaparászós űrge. Az mindig nem. Szerintem tetves. Úgyhogy vigyázni kellene vele. Ez ott nem a barátnők volt a háttérben? Még nem. Ja, hogy még nem. Még nem. Az egy ismerős volt, hogy... Majd egyszer. Ez egy foreshadowing akkor a játék részéről, az milyen kokos. Na most lelőttem a point a picsába, na mindegy. Azt kívánjuk. Olyan hatalmas spoilerek úgy sincsnek a játékban, szerintem aki már végig akarta játszani, az már úgyis ismeri a sztorit. Tökre jó, hogy ilyen karikafüstöket hagy az a szivar, nekem is kellene egy olyan. Now go. Do you even vape? És akkor lehet így mémelni. Szóval, ja. Németországból jön egy úriember, akinek nagyon jó az autója elméletileg. Ez kicsit hasonlít, ugye... tehát ezt szerintem a való életből szedték, mert hogy régen is ez volt, hogy a Mercedes ugye dominált nagyon. Bőven. A Silver Arrow-val. Úgyhogy... Hey Ralphie, you got some news about this job? Persze, Tommy, menj a versenypályához és vedd kölcsön a kocsit. A barátom Bobby dolgozik ott. Menj hátulról, akkor útba esik a kapuért bódéja. Mondd meg Bobbynak, hogy én küldtelek. Akkor elvezet a kocsihoz, én megbeszéltük. Csak el kell vinned Lucas Bertoni barátom műhelyébe. Az New Yorkban van, a Julian bazd meg bridge alatt. Megnézi és egy kicsit megbaszogatja. De 1.15 előtt kész kell lenned, akkor van műszakváltás, az örök észrevetik, hol vezette? A legkisebb kartonásnak sem szabad rajta lenni. Kérdezős gyarók, nem szabad, hogy egy elkap faszod. Hogy jutok oda? Hát elmész oda, bazd meg. De a Ralphie-ban azt bírom, hogy így még visszafogják a dadogását. Kell, hogy nem úgy csinálták meg, ami tényleg a rendőr dadogósok, hogy ilyen hardcore, hogy így... Tényleg így egy percig, egy szó. Nekem a kedvencem a francia változatban, amikor oda megyünk egyszer hozzá, és azt mondja, hogy... Tommy!
Ennyi? Olyan nagyon sikerült elretardáltatniuk a franciáknak. Ez nagyon jó az az autó, Ralfie, nagyon tetszik, bizonyára használni fogom. Köszönöm szépen a tippet. Ez az autó nagyon jól fog nekem jönni. Köszönöm szépen, Ralfie. Ez nagy segítség volt. Kösz, Ralfie, köszönöm. Persze, hogy nem, köszi. Már is elviszem ezt az autót, amit megmutattál nekem. Ja, nem. Miért vinném ezt a szart? Kiurokoltad a... Igen. Ezt a remek autót, amit elrejtettek a készítők. Majdnem. És akadtam. Na és van itt egy ilyen dolog, hogy... A játékban be lehet állítani az elsődleges és a másodlagos kontroll opciókat. Ugye alapjáraton a nyilakkal kell irányítani az autót. Igen. Viszont, hogyha beállítod a másodlagost, ott gyakorlatilag az nem digitális input, hanem analog, tehát amikor megnyomod a gombot, azonnal fordul. Tehát akkor tehát ilyen... Várjál, melyik a hátra? Ez az. Tehát így, mint ilyen, ilyen hirtelen wow. Kanyarodik. Ezt imádom benne. Instant. És ezzel kicsit jobban lehet irányítani ezt az autót, ezzel az irányítási módszerrel, mert... nagyon könnyedén kicsúszik, hogyha a másikkal megyünk, tehát a nyilakkal. Viszont előfordulhat, hogy... Ugye emiatt lassabban megy egy kicsit az autó, mivel azonnal kanyarodik, így rögtön csikorog a gumi és belassulunk egy picit, de... De szerintem megéri, sokkal jobb, mint hogy ugye kicsúszunk. Persze, hát bassza meg! Mindenre elég kicsit ad a játék. Egy kicsit. Ezek a, imádom, amikor a játék vége felé is még lehet látni ezeket a hulladék fos autókat. Legjobb, amikor nem tudok felmenni azon a meredek dombon, és így biztos volna. Mondjuk szerencsére van, ugye, módszerünk a manuális váltót használni, tehát hogyha elakadunk, akkor visszaváltunk egy kicsit, és akkor utána simán fel tudunk menni. Igen, emlékszem, hogy kedves Gábor barátok, csináltam a mi maffiánkat, ugye a sorozatot, és átállította a kontrollert, úgyhogy a kontrollert, fia vagyok, hát az irányítást billentyűzetem. Szóval igen, a GOG verzióval játszom, és ebben az milyen lett? Kivágtak egy pár zenét, úgyhogy az igazából nekünk pont jól jön. Mert hogy ja, valószínűleg pont azok vannak kivágva, ugye, amik copyrightosak lennének YouTube-on, úgyhogy igazából a zenét nem is kapcsoltam ki, mert idáig még nem is kaptam rá semmilyen figyelmeztetést egyik videó alatt sem, szóval szerintem rendben lesz. Mert ez a sok Django, Reinhardt, meg ilyesmi vannak benne, tudod? Igen, igen, igen. Django Fett, most igen. Most már meghalt 100 éve, de... Ja, Django Fett, meg Boba Fett, meg ilyesmik vannak benne, de... Itt be. Itt be. Igen, annyit mondod, itt hogy... hogy igen, hogy menjünk el a garázsig, valami ilyesmit mondod, de itt be. A GOG-vel vigyázni kell, igen, mert... Néha kivágnak zenéket meg. Például az Interstate 82-ből szintén volt végjátszásom. Az egyik kedvenc végjátszásom tőle, ezt szerettem mindig előszedni. Ja. Nem tudom, olyan... Arra én is büszke vagyok, az úgy jól sikerült. Szerettem azt a játékot régen, és... És hát igazából csak a demójával játszottam, de... És akkor van itt egy ilyen, hogy ajtók kinyitása. Várj, ajtót kinyitása, igen, az egy kicsit furcsa. Hát ez a szlovák ajtó, ez az ajtót. Ajaj, szlovák nézőink már is. Ú, bocsánat, nem vagyok ilyen nacionalista izé, csak. Egy rossz szó vicc volt. Ez lett volna, hogy oké, ez az? Nem. És kinyit kell kinyitani egy másik garázsizásra. Jött egy Trabant. Na ez az. Még az autónk egy kicsit hasonlít Trabantra, ugye nem? Olyan hasonló. Hát annyi, hogy a hátsó lámpák azok ugye, azt hiszem, kicsit máshogy néznek ki, de elmenne egy ilyen Cabrio Trabantnak. Cabrio Trabantnak ugye elmenne szerintem. Így ilyen izé, ilyen, tudod, ilyen körömvágólóval levágták a tetejét, és akkor ebből lett a Trabant Cabrio. Kicsit letekerem a hangerőt, mert ez a szar olyan kurva hangos. Na már is jobb. De mondjuk jól megy az tény, úgyhogy itt kicsit problémás, hogyha belecsapódunk a falba 180-nal, de... Ha borulsz, akkor instant halsz. Jaja. Felrálsz. Igen, mondjuk ez poén ebben a játékban, ugye, hogy amint felborulsz, rögtön meghalsz. Tehát így annyi, tehát nincs lehetőséged arra, hogy megmenekülj. Régi technológia. Most jobban látszódik ez a Flintstone-szerű kanyarodás. De maga az autó is elég Flintstone-os, hogy így beülsz és így...
kilóg a fejed, meg nem tudom, tehát ez... Semmi szélvédő, semmi szemüveg, meg bukus is, tudom, hogy az jól bírja. Meg arra gondoltam, hogy a Luca Bertone-nek küldetéseket is szerintem megcsinálnám. Ja, az a kurva jó. Nem emlékszem, hogy az első végigjátszásomban megcsináltam, mert nagyon régen volt, nem emlékszem belőle semmire. Úgyhogy megcsinálom a Luca Bertone küldetéseket szerintem. Mi azért terveztük, hogy kipróbáljuk poénból a Freeride Extreme módot, de aztán végül sose jutottunk. Az elég poénos, én nem olyan rég végigjátszottam. Igen, van benne egy kicsit, ja, mi nem tudtuk szerintem, mi nem tudtuk volna szerintem, ott van egy-két kurva néhé. Abba tényleg meg kérdően a hardcore. Az a baj, hogy a... Volt egy, ami nagyon kiakasztott, amikor ilyen, ez a, nem is tudom pontosan mi a neve, de lényeg, hogy egy olyan versenyautóba szállsz be, hasonló ehhez, aminél, hogyha elindulsz, akkor rögtön elkezd torzulni a nézet, és gyakorlatilag az FOV-t így állítgatja, és konkrétan hány inger keltően rossz, tehát ezt alig bírtam megcsinálni, nagyon örültem, hogy kb. Harmadszorra sikerült, különben elhánytam volna magam. Vágom. Nekem a benzinek sem volt, amikor ilyen nagyon kevés üzemanyagod van, és folyamatosan folyik ki még az is, és állandóan meg kell állnod. És azt nem is tud, tehát azt konkrétan annál a küldetésnél tudtam meg, hogy a játékban van kuplung, és azt kell használni. Aha. Tehát a kuplungot benyomod, és úgy kell gurulni végig, és akkor meg tudod csinálni. Az X a kuplung. Na, majd megpróbálom. De az poén volt, úgyhogy. Ez a szar nem fog már sose lejönni? Igazából lehet, hogy megpróbálnék átugratni rajta. Nem, inkább nem. Ajjajjaj. Megvárjuk, amíg lejön ez a fos. De azért jöhetne, hát idővel csak le kellene. Azt hiszem. Ha csak nem scriptelt, hogy direkt kibeszél. Nem. Na most már jön lefele. Csak poén, hogy ugye ide tettek, ebben a küldetésben direkt van egy ilyen, nem is tudom, nem álca, mit akarok mondani, ilyen figyelemelterelés, talán igen, hogy egy faszi ott áll a hídon, és ugye öngyilkossági kísérletet próbál meg végrehajtani, viszont igen. Direkt azért van, hogy onnan hogy elterelje a figyelmét a rendőröknek, vagy valami ilyesmi, azt hiszem az volt a történet. De tökre poén, hogy közben még ott megyünk el pont mellettük a Forma 1-es autóval, vagy ez a sportkocsival. Ugye itt vannak a hídon, itt van az esemény. Megpróbálják lebeszélni arról, hogy leugorjam, viszont nem láttam rendőrautót, csak mentőautó volt. Rendőrautó nem. Lényeg, hogy nem kellett ezt gyöngyíteni sem senkivel. Egyáltalán nem feltűnő. Főleg éjszaka. A random art, hát ezt nem is láttam. Ja, mennyis is lámpa a kocsidon? Hát, miért lenne? Lukas. Megjöttünk Lukas Bertonéhoz, vagy Lukas Bertone. Aki megjavítja ezt az autót, ugye negatív módon, tehát elrontja. I'm Lucas Bertone. Szevasz. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. Nem is, nincs is rajta óra. Tudod, így felemeli a kezdet, hogy 20 éves nincs teljesen semmi, csak egy kitalált random, hogy így, jó? We'll see what could be done. You can hang out a while. Elég szerény műhelye van, azért meg kell hagyni. Ennek a játéknak semmi értelme nincs, azon kívül megmutatják, hogy tényleg tudunk füstöt csinálni a játékban. Ez egy hülyeség, mivel ugyanolyan gyorsan megy, mint amikor jöttem, tehát... Persze, nyilván. Hát, hogy tervezték esetleg rosszabbra csinálni, de nem történt meg. Közben az átvezetőben már beindítja a motort, aztán most megint be kell, hogy indítsuk a motort. Az meg.
Én azt nem értettem soha, hogy miért neked kell elvinni a kocsit, mert szóval, hogy a... elvinni a szerelőt a műhelyhez. És ott szét cseszi. Lehet, hogy ott nincsen annyi alkatrésze, amivel meg tudja csinálni. Nem tudom, vagy ilyen szerszáma, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Arra gondoltam esetleg. Jó kis mechanikus billentyűzet hanga. Erről a billentyűzetről most csináltam bemutatót, még nem... Még nem néztem meg, de láttam. Nem, ez nem az, ez még nem került ki, de mire nézitek már lehet, hogy kint van, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy melyik kérdőször. Mert láttam most, hogy fekete, pirosos billentyűzet, vagy az... Igen, ez egy másik, ez a Canonic 82, majd erről is. Hát neked lesz videó, többieknek még már talán van, nem tudom, de lehet, hogy nekik is csak lesz, nem tudom még, hogy rakom ki, még nincs. Kőbe vésve. Mert itt merre? Ja igen, itt balra, aztán... bazd meg! Aztán itt jobbra. Anyádat. Egyébként... eléggé erősen oda lehet csapni, akkor sincs nagy gond. Tehát... eléggé... ilyen... hogy mondjam... engedékeny az a damage bar, de... engedékeny a játék, meg amíg fizikailag nem deformálódik a kocsi addig. Igazából nincsen gáz. Ja. Nem tudom, ismered, de... ó, bassza meg, tényleg most 1.3-mal játszok, akkor nem fogom tudni megcsinálni a trükköt. Na mindegy, ismered a trükköt a versenyen? Persze, a leágazóst? Igen. Azt... levágos, igen, persze. Sajnos ezt nem fogom tudni megcsinálni, mivel ez a GOG verzió, ez 1.3-as, tehát ez már nem engedi, de mindegy. Nem tudom, hogy hasonlott nekünk, talán pont 1.1-es, de mi ettől függetlenül nem csináltuk annól. Kis driftelés, jól van, hogy belefér. Tudom ezt. Mert megcsináltuk rendes versenyt, de nem volt. Egyszer-kétszer még is kicsúsztunk. Még az is lehet, hogy van benne... most arra gondoltam, hogy is lehet, hogy van benne nehézségi szintválasztás. Talán, de nem vagyok benne biztos, 1.3-ban van, vagy ez a konzolos verzió. Lehet, hogy a konzolon van nehézségválasztási lehetőség. De mindegy, nem olyan nehéz ez a verseny. Konzolosan soha nem is játszottam, de arra, hogy arra megszerűen van egy külön mód is, még tudsz még több. Igen, van benne egy versenyzős mód is külön. Ja. Biztos rengeteg ember kedvence volt. Tüttünk. Azt szépen belete. És eldobta a cigit, ami ott maradt a kezében. Ez muszáj volt ezt megmutatni, ezt a jelenetet. Itt van az egyik legnagyobb hiba. Mindegy, máshogy fordították, de az angol verzióban mondta Tommy, hogy hát... ez, tényleg ez volt a világ leggyorsabb autója. Erre mondja Bobby, hogy igen, tényleg ez a leggyorsabb autó. Nem, ez volt, te hülye! Na, húzunk innen. Kicsit arcon csaptam, mert tévedett. Mindig tévedik. Tévedik? Téved? Mindig téved. Nem tudok már magyarul, bocsánat. És ilyenkor azonnal bekapcsolod az index is, amikor kanyarodunk hirtelen, tehát a dupla VSD-vel. Igen, azt is szerettem nagyon. GTA 4-ben volt még ez? Vagy akárszor kanyarodtál, mindig indexeltél? Nem? Csak behalucinálok? Nem, GTA 4-ben nem lehet aktiválni az indexet. Csak véletlenül. Csak véletlenül lehet aktiválni, de az elég poén, amikor megtörténik. Tehát, hogy nem is, nincs is rá igazából billentyű, tehát nem is értem, hogy hogyan elő, de néha... csak amikor kanyarodsz, így random így elkezd. Igen, néha, hogy előfordul. Ja, igen. Simán levághatták volna a küldetést, hogy nem kell hazavezetnöd, de hát... ja, aztán majd megint vissza kell még vezetnünk, úgyhogy... poén. Igen, ez a küldetés, amiben vezetsz, ja, várjál, mindébe kell. Hoppá. Ezt akartam egyébként itt, hogy... hoppá, bocsi! Az igen. A szélyek meg fognak fagyni. Hát azt érdekel. Már rég meghaltak. Már 2000... Ez a elég érdekesen osztott el a játékba, ugye? A 2019-et írunk, ezek már rég nem élnek. Miről beszélsz? Kit érdekel? Az már biztos. 32, hogyha ilyenkor volt valaki 10 éves. Már akkor is... mennyi? Majdnem 100 éves. Úgyhogy...
De a gettórés, gettós rész elég hangulatos ahhoz képest amúgy. Ott megint elbasztál valakit. Nem előfordulni. Akkor megedlem. Hát mind a rendőr nem látja, eddig ki nem szarra. Nincsenek ilyen ezen a működötös rendőrök. Most nem, persze. Viszont nappal vannak, úgyhogy amikor sietünk a versenyre, akkor előfordulhat, hogy tudod, én vagyok a nagy versenyző, és várnak a versenyen, és elkapnak a rendőrök, hogy na bazd meg, hát de siettem, és ráadásul versenyző vagyok, engedjetek már tovább. Igen. Na, meg is vagyunk. Rendőrökre a nyakadba így berobbansz a versenypára, hogy ittem. Uh-huh. Na, mi fasz? Ja, Enter-t kell nyomni. Jó. És akkor Fairplay-nek a igen, második része jön most. És ezt majd a következő videóban fogjuk megcsinálni. Sziasztok! Wow, cső!